Hölgyeim és uraim, követni fogom Stónok elődjeimnek azt a hagyományát, hogy én is összefoglalom, miről fogok beszélni. Nem követem azt a hagyományt, hogy vagyonbevallást tegyek, sőt a drogteszt érdekében sem adok semmit a Hír TV-n lévő képviselőinek. A mai előadásomnak én azt a címet adtam, hogy mekkorák merjünk lenni, és Ara Kovács barátomnak köszönhetem, hogy ő hozzátette a Nemzeti Önkép és Külpolitika alcímet, amely úgy érzem, hogy definiálja azt, amit én erről el szeretnék mondani. És azzal szeretném kezdeni, amiről egyébként Göncz Kinga külügyminiszterasszony is beszélt, hogy valamikor réges-régen a magyar külpolitikában konszenzus uralkodott. Konszenzus uralkodott a három fő célkitűzés tekintetében, és ennek az egyik nagy törését az okozta, amikor a mai kormánypárt akkor ellenzékként megtámadta az itt ülő Kovács László akkori külügyminisztert azzal, hogy ő azt mondta volna, hogy merjünk kicsit lenni. Na most ennek a dolognak óriási jelentősége lett a későbbiekben, csak az igazság kedvéért és Kovács László kedvéért teszem hozzá, hogy ez nem volt igaz egyébként ez a mondás, akit az igazság is érdekel, annak tudnia kell, hogy Kovács László egy parlament interpellációra Vranitzkit idézte, aki azt mondta erről, hogy Ausztria akkor tudott naggyá válni, amikor megtanult kicsi lenni. Egyébként ebben óriási igazság van, ha belegondolunk Ausztria sikerébe, de ami a dolog a lényege, hogy ilyen nem hangzott el, ugyanakkor amihez a Fidesz mindig is rendkívüli módon értett, hogy ilyen akár valós vagy nem valós mondatokat olyan mértékig elhitesse az ország, hogy talán a végén még saját maguk is elhitték, hogy ilyen mondat elhangzott. De ettől még ez a politikai tény, hogy Magyarországnak a mérete egy politikai issue-vá, ügyé válhatott, ezt a Fidesznek kétségkívül sikerült elérnie. Na most, tehát igazságtalan volt ez a vád, de azért annak érdekében, hogy amikor ennek a nagyátkosnak vége lesz, és visszatérünk a kisátkos, vagy ne térjünk vissza a kisátkos hibáihoz, azért lássuk be azt is, hogy annyi igazságtartalma mégiscsak volt ennek a vádnak, hogy a korábbi időszakban is rendkívül gyakran hangzott el egy mondat, egyébként nem csak Magyarországon, ez az Európai Unió összes tagországára sajnos igaz, ami úgy hangzik, hogy de hát kérem egy EU-s elvárás. És ez sajnos nagyon sok tagország, és ezt mi is elkövettük, hogy amikor egy nehézséggel találkoztunk, akkor nem mentünk bele, hogy megvédjük annak az intézkedésnek az érdemét, hanem a könnyebb utat választottuk, és azt mondtuk, hogy kérem nyugati elvárás, akinek a fülében nem cseng ez a két szó, az jelentkezzék, szerintem ez nagyon benne volt, és úgy érzem, hogy erre a Fidesz mondjuk joggal épített fel egy olyan hát nemzeti büszkeségre alapuló szöveget, hogy ezen legyünk túl, és hogyha egyszer ennek a szörnyűségnek vége lesz, akkor erre majd figyelni kell, hogy ez ne történjék meg. Na, a merjünk kicsik lenni problematikája egy nagy ütést okozott a külpolitikai konszenzusban, nem ezzel kezdődött. Az első nagy megborulása a külpolitikai konszenzusnak az alapszerződések megkötésekor történt. Ha már Jeszenszky Géza neve fölmerült ezen a konferencián, akkor itt tegyük hozzá, hogy Jeszenszky Géza ott ült a külügyi bizottság ülésén, és amit volt külügyminiszter, pontosan értette, hogy miért van szükség az alapszerződésekre, és ha nem is támogatta, de legalább csöndben volt, tartózkodott, és azt a fajta elképesztő indulatos kampányt és harcot az alapszerződésekkel szemben, amit a Fidesztől tapasztalhatunk, ők nem mutattak be. Azért érdemes beszélni ma is az alapszerződésről, mert azt hiszem 10 éve volt az a népszavazás, amely egy borzasztóan mély sebet ütött a magyar társadalomban, és a mai kormánypárt és az ő támogatóik ma is úgy látják, hogy ott az igazi történelmi igazság, és a másik oldal képviselői, akik akkor arra biztatták a szavazókat, hogy nemmel szavazzanak, ők vagy bűnös, vagy legalábbis rendkívül hibás lépést tettek. Hogy mi volt a célja ennek a népszavazásnak? A részben annyiban nem tudom, hogy milyen történelmi nosztalgia kapcsolódott hozzá, ehhez én kevésbé értek, de egyet tudok. Támogatók, majd szavazók szerzése.
Ez volt ennek a politikának az egyik első számú célkitűzése, de hogy mennyire így van, ez azt hiszem a későbbiekben lehet igazolni. Ha visszaemlékszünk arra, de amikor a népszavazás ügyét Magyarok Világszövetsége napirendre dobta, a Fidesz hogyan reagált, akkor a történelmi hűség kedvéért emlékezzünk vissza arra, de a Fidesz álláspontja akkor az volt, hogy ez egy szekuritáti ügynök által vezetett szervezet tudatos provokációja a határon túli magyarság ellen, azt mondták, hogy tilos ezt támogatni. Ennek a történelmi igazságnak egyébben váltott Orbán Viktor, amikor kamerák keresztüzébe aláért a népszavazási évet, és még ma is úgy gondolják, hogy az ő zsebükben van a történelmi igazság. Amikor a státusztörvényt a Magyar Országgyűlés elfogadta, és akkor még a szocialista párt úgy érezte, és része legalábbis, hogy érdemes támogatni, mert hát ha ezek ki lehet fogni a szelet a nacionalizmusnak a vitorlájából, akkor már lehetett tudni, hogy ennek a végső célja micsoda, és megint csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a státusztörvény vitájában akkori magyar kormány Marton János külügyminiszter azzal érvelt a státusztörvény mellett, hogy erre azért van szükség, hogy ne kelljen adni állampolgárságot, majd szavazati jogot a határon túli magyarságnak. Ebből jött létre, amit most már mindannyian tudunk, az állampolgárság és a szavazati jog megadása, és hogy miért állítom azt, hogy nem volt több cél, csak ez, az nem más, mint az, hogy amióta ez megtörtént, azóta tisztelt hölgyeim és uraim, nincsen határon túli politika. Megszűnt. Ez az Orbán kormány, amely konfliktus vállal az egész világgal, erről is fogunk beszélni, semmilyen konfliktus nem vállal egyik szomszédunkkal sem, ahol magyarság él, kivéve azzal az egyel, amelyet éppen Oroszország, ahogy erről Esbíró Zoli beszámolt, hát a lehető legrondább módon bánik el. Éppen ezért, hogy mi lehet ennek a konszenzus beborulásának, akár Magyarország méretére merjünk-e kisebbek lenni, vagy pedig a hármas külpolitikai egység megborulásának mi volt az oka, Gyurcsány Ferenc elnök úr erre azt mondta, Clausewitzre tovább gondolva, hogy a külpolitika, a belpolitika folytatása más eszközökkel, ugye jelenlévő Kuncze Gábor volt elnököm, tudja, hogy hajlamos vagyok sarkos megfogalmazásokra, ezért néha meg is forgult rám. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nincsen külpolitika. Magyarországon minden, amit látunk külpolitika gyanánt, az valójában belpolitika, és ha külpolitikáról beszélünk, akkor csak arról tudunk beszélni, hogy ennek a belpolitikának, amit a kormány külföldön is persze végrehajt, melyek a külpolitikai hatásai. De erről, mint külpolitikáról szerintem nem tudunk beszélni, az egész külpolitika nem más, mint belpolitika. Egy mentorom azt mondta, hogy amikor politikát elemezzük, azt mondja, hogy follow the path of the money, kövesd a pénznek az útját. Ezért amikor a jelenlegi kormánynak a keleti politikáját megvizsgálom, hölgyeim és uraim, én ebben az égegyvilágon semmilyen ideológiát nem látok. Én ebben azt látom, hogy annak a kormánynak, amelynek pénzre van szüksége, hogyha a szövetségeseinkhez fordul, akár a bizottsághoz, akár a kirúgott világbankhoz, akkor ezek, miután demokratikus intézmények, ezért polgáraik által megtermelt és befizetett adókról van szó, ezért ők megszabnák, hogy ezt a pénzt pontosan hogyan kell felhasználni. Amikor a magyar kormány Oroszországtól vél pénzt kapni, amikor Azerbajdzsántól kér pénzt Szafarovért cserébe, amikor Szaúd-Arábiába jár, akkor ennek a kormánynak az a kiinduló pontja, hogy hát, ha tőlük úgy tud majd pénzt kapni, hogy nem nézik meg, hogy ők ezt pontosan mire költ. Részben szeretném jelezni, jó az elgondolás, mert valóban szerintem Putyint, amennyiben nem dőlne be és megfinanszírozná Paksot, teljesen nem érdekelné, hogy ennek a pénznek részét hogyan teszik zsebre az oligarchák. Másfelől illúzió azt gondolni, hogy ezek az országok Magyarországot meg fogják felelőtlenül finanszírozni, mert az oly mértékben megvetett nyugati felfogás azért annyira nem tért el a világban, azért a Szaúd-Arábiaknak, sőt Aliyev elnöknek is,
a legjobb brókereik vannak a londoni tőzsdén, akik pontosan megnézik, hogy azt a pénzt, ha mondjuk Magyarországra vagy máshova költik, mikor és hogyan fog megtérülni. Tehát egyik állításom, hogy a keleti politikának az alapja nem egy elfusorált ideológia, hanem a money. És hogy ezt részben tudod csak beválni, ez egy óriási szerencse, és reméljük, hogy hát hamarosan ennek véget is vetni. Ugye külpolitikára az Európai Unió, amelyről hát külpolitikánk egyik konszenzussal osztott célkütőzése volt, Egyesült Államokkal való jó viszony, de teljes mértékben hát összedőltek, erről mindegyik szónok előttem beszélt, aztán, hogy nem kell erre különösképpen kitérni arra se, hogy határon túli politika egyszerűen megszűnt, erről már én is beszéltem. Magyarországon nincsen diplomácia, mondtam, és ahhoz, hogy egy országban legyen diplomácia, ahhoz legalábbis arra van szükség, hogy legyen külügyminisztérium. Magyarországon nincsen külügyminisztérium. Nem tudom, hogy ki látta, az Indexnek volt egy szemléletes leírása a külügyben történtekről. Ha lehet mondani, nem egy óriási történet, hogy senki nem ír le semmit, hanem telefonon és szóban mennek az utasítások. Lehetne mondani, hogy milyen könnyed fiúk, nem kell annyira sok papírmunkával vacakolni. Anélkül, hogy most egy tudományos értekelésre mennék bele, elmesélem, hogy Szász Iván barátom, aki rendszerváltás előtt volt Brüsszelben nagykövet, kapott egy utasítást arra, hogy menjen be a külügyminisztériumba, és valamit intézzen el, amit a magyar diplomácia már megpróbált elintézni, azt hiszem Új-Delhiben, de ott nem sikerült, és mondták, hogy fuss még egy kört. Nem tudom, aki vannak Gáti Karcsi vagy Paul Lendvai, ezt milyen nyelvre lehetne lefolytani, ezt a fuss még egy kört, vagy ez csak magyarul létezik. Nagykövet úr bejelentkezett a holland külügyminisztériumba, megkérdezték, hogy miről lenne szó, elmondta, ott bement, egy osztályvezető fogadta, megkínálta kávéval és mogyoróval, nagykövet úr előadta a kérését, mire az ott lévő munkatárs előhúzott egy fiókot, abból kivett egy dossziét, és azt mondta a nagykövetnek, hogy nagykövet úr, ebben a kérdésben a holland külügyminisztérium Új-Delhiben már elmondta önnek az álláspontját, azóta ő felsége kormányának az álláspontja jottányit sem változott viszontlátásra. Hölgyeim és uraim, így működik az adminisztráció. Ahhoz, hogy adminisztráció működjék, úgy, ahogy ma a külügyminisztérium működik, nem lehet működni, és akkor most nem beszélek arról az embertelen kirúgásokról, arról, hogy kik kerültek a minisztériumba, talán egyetlen egy dolgot kivéve, nem, miért ezt elmondanám, egy valami van a külügyminisztériumban, a diplomácia helyett félelem van. Na most minden olyan államaparátus, amely félelemre épít, kudarcra van ítélve. De ne gondolja senki ebben a teremben, hogy az Egyesült Államokban, Washingtonban dolgozó diplomata kollégák nem tudták pontosan, hogy milyen gondok vannak Washingtonban. Amikor Szijjártó Péter azért, mert megkínálta Nulland Mogyoróval, mosolyogva jött ki a külügyminisztériumból, hogy minden rendben van, ne gondolják, hogy a vele ott levő diplomaták nem tudták, hogy óriási gondok vannak. Tudták, nem merték neki megmondani. És ha nem merik neki megmondani, akkor a szerencsétlen honnan tudhatná. Úgyhogy egy utolsó dolgot a külügyminisztériumról, ugye itt ül Szelestéi Lajos, akire jó szívű emlékszünk, mint az én politikai karrierem alatt az egyik legjobb külügyi szóvivő volt, én nem foglalkoznék a külügyi szóvivő személyével. De egy olyan országban, ahol egy ország nemzeti jövedelmének jelentős részét stadionra építi, ott ebben az összefüggésben van jelentősége annak, hogyha a külügyi szóvivő egy sportriporter. Ez sok mindent elmond arról, hogy mit gondol ez a kormányzat erről a szakmáról, és a külügyről általában. Nincsenek külügyi értékek, Göncz Kinga beszélt erről, tehát csak azt nem mondta el, azért elmesélem önöknek, hogy miután Orbán Viktor azt mondta, hogy az értékrendű külpolitika az ostobáknak való. Azért én emlékszem, hogy 2009-ben Martonyi János egyébként az utolsó olyan magyar külügyér, akinek volt hitele Washingtonban, kiment Washingtonba a választások előtt, és azt mondta, hogy szemben ezzel a rohadt kommunista bagázs előző kormánnyal, vagy mostani kormánnyal, a következő Orbán kormánynak értékelvű külpolitikája lesz.
Ezt annyira emlékszem, nem van a fejemben, és mondtam, hogy kívánom. Addig mondtam, hogy kívánom, míg Orbán Viktor helyre nem tette, hogy az értékelvű külpolitika az a bolondoknak való. Na most egyetlen egy értéket lehet kihallani az Orbán kormány külpolitikájából, ez úgy hangzik, hogy megvédik Magyarország érdekét. Mi pontosan tudjuk ebben a teremben, hogy ez mit jelent, hogy kinek az érdekeit védik meg, de vegyük egy percet komolyan ezt a mondatot. És arra kérnék bárkit, kormányoldalon, Holdudvarban, a támogató körébe, hogy mondják már egyszer el, hogy a kormánynak hol sikerült, milyen magyar érdeket megvédenie bárhol. Én úgy látom, hogy az Európai Unión belül szövetségesünk nincsen, az Egyesült Államokkal jobban voltunk elég sokáig. Rövid idő alatt huszáros rohammal sikerült tönkretenni. A térségben volt két partnerünk. Ha akarják, belemegyek, hogy miért volt Lengyelország és Litvánia Magyarország mögött, amikor már mindenki támadott bennünket, ennek egy lengyel belpolitikai összefüggése volt. Azt tudják mondani, hogy azáltal, hogy Orbán Viktor, ahogy ők fogalmaztak, ezt nem én mondom, befeküdt Putyin ágyába, ki tudja, mit csinált ott, azóta Lengyelország és Litvánia és ezerrel kifarult Magyarország mögül. Úgyhogy már ott tartunk, hogy Magyarországnak sehol, se közel, se távol nincsen barátja. Én szégyellem magamat, hogy egy külpolitikai konferencián idéznem kell a feleségem nagymamáját. Aki egy kiváló szakács volt, és ő azt mondta, hogy ki jót betesz, az jót kivesz. Ezt mondta, és mennyire igaza van, ha belegondolunk, mitől jó a gulyás, vagy mitől jó a halászlé. Azt hiszem, hogy nem könnyű, de nem nehéz belátni, hogy az emberi kapcsolatokban és a külpolitikában ez hasonlóképpen így van. Ki jót betesz, az jót kivesz, aki nem tesz be semmi jót, nem tud belőle kivenni az ég egy világon semmit. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, ami Magyarországot nagyon nagy mértékben megkülönbözteti azoktól az országoktól, amelyekkel együtt kellene működnünk, és nem szeretném senkinek a nemzeti érzését megsérteni akkor, amikor Magyarországot összehasonlítom Líbiával, Egyiptommal, Haitivel és hasonló szerencsétlen sorsú országokkal. Ezt más összefüggésben egyébként nemrég megírtam, tehát páran olvasták, ez pedig az, hogy Magyarország zéró összegű játszmákat játszik belföldön és külföldön is. A zéró összegű játszmának a lényege, hogy nem azt keresem, hogy hogy tud mindenkinek jobb lenni, hanem azt keresem, hogy az én győzelmem hogy tud a másiknak a erkölcsi vagy fizikai megsemmisülésével végződni. Márpedig ez a kultúra abban a világban, ahol nekünk sikert kell elérni, egyszerűen nem működőképes. Hadd mondjam előttnek a lengyel példát. Anélkül, hogy hosszan fejtegetném ezt a dolgot, a lengyelek sikere a gazdasági sikereken túlmenően abban van, hogy megtanulták ezt a win-win játékot. A példa a következő. Ugye Magyarország számára fogadjuk el, az Ukrajnában élő magyar kisebbség egy fontos dolog. Mi csinál Orbán Viktor? Nekiáll, ordít egyet-kettőt itt-ott, amitől az ő helyzetük rosszabbá lesz. Higgyék el nekem, hogy Ukrajnában élő lengyelek száma lényegesen meghaladja magyarok számát. Mit csinál Lengyelország? Lengyelország a svédekkel együtt kitalálja a keleti partnerség. Nem állítom, hogy a keleti partnerség egy óriási siker lett volna, mert sajnos nem az lett. Ugyanakkor miért volt ez? A lengyel diplomáciáról egy fantasztikusan sokat elmondó történet, mert a keleti partnerségben sikerült ötvözni egyfajta lengyel érdeket, egyfajta európai érdeket, és még a keleti partnerek érdekeit is. És ez az a fajta politikai és hozzáállás, amely nem a másik veszteségére, hanem mindenkinek a győzelmére játszik, amelynek a következményeképpen Tuskból ugye az Európai Tanács elnöke lett, és ma van a második nap, hogy a tanács ülését vezeti. És hogy lássuk be, hogy ennek mekkora az óriás jelentősége. Tessék? Nem jó a tanács, ma éjjel befejezték. Akkor befejezték. Úgy volt, hogy ma is. Ennyire hatékonyan csinálja a dolgát. Eredeti tervek szerint tegnap is ma lett volna. Befejezték. Ami a dolognak a lényege ugyanakkor, hogy amit mindig panaszkodtunk,
hogy nyugati partnereink a mi szempontjainkat nem kellően veszik figyelembe, most ott a tanács elnöki posztjában ott ül valaki, aki pontosan érti ennek a térségnek a gondját, az összes baját, a megoldási javaslatait, és szerintem a lengyel külpolitika olyan mérhetetlen sikert tudott elérni ezzel, ha tetszik, megvédik a lengyel érdekeket, amit csak iszonyan messzeről tudunk csak nézni. Én őszintén szóval nem is egészen értem ilyen szempontból Orbán harcát, és ha megnézzük Orbán és a többi közép-európai országnak a közötti különbséget, vannak itt még nagyon rossz arcú, ahogy szokták mondani vezetők, ha például a Basescut veszük, aki én nem tekintek egy számomra irányadó nyugati politikai vezetőként, de Basescu azért arra képes volt, hogy a nyugati partnerekkel egy jó kapcsolat alakítson ki, és amikor Magyarország kivonul Észtországból, azonnal bemenjen Észtországba, és nyissanak egy követséget, hogy azt az évszázados magyarországi szirámot, hogy a román diplomácia jobb, mint a miénk, ezt ilyen módon alátámasza, de ez nem őket dicséri, hanem ez bennünket mond egy nagyon-nagyon rossz vélemény. Ebben az ügyben az utolsó, amit szeretnék mondani, a kocsmai kultúra, azt hiszem önök mindannyian úgy vannak ezzel, hogyha bemennek egy vendéglátóipari egységbe, ahol verekedés van, önök és én is ebből kijövünk. Na most a probléma, hogy Orbán, ahol van, ott verekedés van, és a kultúremberek onnan kijönnek. Ezért én azt mondom, hogy bármi lesz a hatása a Merkel látogatásnak, értéve Pallandvéval, nem neki kell megoldani Magyarország problémát, én már eleve leveszem a kalapomat, hogy ide jön a kocsmába. Mert neki számolnia kell azzal, hogy Orbán Viktor hogyan fogja a látogatás során elhangzottakat falsul értelmezni és Magyarországot tájékoztatni. Ezzel együtt én bízom abban, hogy Merkelnek sikerül olyan kifejezéseket találnia, amelyek megértetik Orbán Viktor támogatóival is, hogy az az út, amelyen Orbán Viktor halad, az Magyarország számára végzetes, hogy tudnunk kell azt is, hogy Merkel számára rendkívül fontos a pár-család politika, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi fog ebből a dologból kijönni. Végezetül akkor térjünk arra ki, hogy mit is takar ez a mekkorák merjünk lenni. Hát rendkívül nagy bölcsességet fognak nekünk mondani, Magyarország pontosan akkora, amekkora. És ezzel szerintem nagyon jól meg lehet lenni, vannak nálunk nagyobbak. És ha ennek a konferenciának a címe a elszigetelt Magyarország és a globális világ, a nálunk nagyobbak is kicsik. Tehát mondjuk Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, sőt az Egyesült Államok is a nagy akciókhoz szövetségesek sorát keresi és győzködi őket. Tehát szövetségesek nélkül nem létezik lenni. De vannak nálunk kisebbek is. Köszönjük szépen, jól vannak. Akik nálunk kisebbek, szövetségben vannak, mert azt az egyszerű tételt ismerik, hogy az Európai Tanácson belül szavazás van, a szavazásnál többséget kell elérni. Ezért itt vannak a nálunk kisebb balti országok, akik összefogtak és együtt mozognak. Itt vannak a Benelux országok, a velünk egy nagyságú Belgium, a nálunk sokkal kisebb, persze gazdagabb Luxemburg, akik mindig együtt működnek. Az északi országok, amelyek automatikusan egymás mögé beállnak, hogy egy személyes pillanat is mondjak erről, egy Magyarország számára és számomra is fontos ügyben, Rasmussen volt NATO főtitkár, akkor még dán miniszterelnök, azt mondta, hogy támogatja Magyarországot. Majd egy norvég jelölt bejelentkezett, és nem tudta átvinni az akaratát, mert olyan automatizmus alakult ki, hogy akkor a dánok, svédek, mindenki mögé áll, és így tud működni, a dán, így tud működni a svéd és a finn diplomácia, hogy egymást támogatják, hát még ha összeállnak a Benelux országokkal, elképesztő erősek tudnak lenni, és ehhezzel képest, a kis országokkal képest, itt áll Magyarország, mint a kis ujjam, nem tud elérni semmit. Nincs szövetségesünk, a Visegrád rogyazozik, ennek számos oka van, nem csak rajtunk múlik, hogy mivel lehet próbálkozni, ezt majd a jövő el fogja hozni. És akkor itt térjünk vissza a Rakovács Attila barátom által javasolt alcímhez, az önképhez. Hogy végül is mi az az önkép, ami azt a vitát eredményezte, hogy mekkorák merjünk lenni. Tudnék, sokáig ez egy önbizalomnak látszott. Ez sokáig ezt úgy értelmezte a magyar lakosság, nyilvánvalóan elsősorban a Fidesz mögött álló nagyon-nagyon sok szavazó,
hogy végre van egy kormány, amely önbizalmat sugározva fog fellépni a nemzetközi szintéren. Ehhez képest találunk itt egy felcsúti fiatalembert, aki megöregszik, először végigveri a liberálisokat, utána szétveri az ellenzéket, aztán szétveri a koalíciós partnereit, majd szétveri Magyarországot, utána nekiáll szétverni az EU-t, majd most úgy tűnik, hogy nekiáll szétverni az egész világot. Ha győzött, akkor szóljon, azt nem várnám meg, de számomra mindez azt jelenti, hogy emögött a mérhetetlen erőszakosság és mindenkivel szemben való hadakozás mögött valójában nem önbizalom, hanem egy kisebb rendőrségi érzés áll. Gáti Karcsi tanulap az ATV-ben elárulta, hogy eltévedett a pszichonalizmus irányába, én még nem tartok ott, hogy ebbe az irányba elmentem volna, de ezzel együtt úgy láttam, hogy egy másik szakma, amelyre Gáti Karcsi elindult, arra a konklúzió jutott, hogy a méret bűvölete gyakran kisebbségi komplexusra utal, akik azt mondják, hogy ami nagyobbnak kéne lenni, az azért van, mert attól fél, hogy kicsi. És én úgy látom, hogy a probléma ezen a területen is pontosan erről van szó, hogy ennek a kormánynak kisebb rendőrségű érzése van, ezért, hogy mi a teendő nem más, mint hogy Magyarország olyan vezetőt válasszon, amely bízik önmagában, bízik Magyarországban, bízik a magyarságban, és bízik abban, hogy Magyarországnak nagyon világos helye van ebben a világban, csak éppen tenni kellene érte. Köszönöm, hogy meghallgattak.